Mint egy 7000 portré szerepel a tablók könyvében, amelyben az 1945 és 2016 között végzettek keresgélhetik évfolyam és osztálytársaikat a Betlen Gábor Református Gimnázium számára készített kiadványban. A könyvet alkalmi bélyegző lenyomattal látták el a pénteki díszbemutatón. 2002ben indult útjára az a tabló sorozat, amelyet a nagykanizsai kiadó elsőként saját egykori intézményén tesztelt. A batjányis is öreg diákok örömmel fogadták a sokaknál már elveszett fotók ismételt kötetbe szerkesztését, így indult útjára az a kiadvány sorozat, amelyben a Betlengábor Református Gimnázium tablóképeit 1945-től napjainkig bemutató kötete már a 60. a sorban. Eredetileg visszaszerettünk volna menni az 1800-as évek végéig. Meg is van gyakorlatilag szinte az összes. Tabló. Aztán közben született egy olyan ötlet, hogy miután itt úgy tudom, hogy készülőben van egy olyan helytörténeti kiadvány, amelyikben a régi, a 45 előtti tablók kapnak majd helyet, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor mi kezdjük ezt 45-től. Tulajdonképpen túl sok logika nincs benne az igazsága, az, hiszen az államosítás az később volt, aztán később is a, a, a visszaadás is egy más dátum, tehát a 45 az egy ilyen ráütéses dátum volt, hogy na akkor csináljuk innentől, mert hogy onnantól egyébként tényleg teljes az anyag. Mivel évfolyam tablók készültek, a kiadó ezeket a nagy tablókat annak érdekében, hogy élvezhetőbbek legyenek a fotók, amellett, hogy a nagy kép is szerepel a könyvben, osztályokra bontotta. Így forgatni kell a kötetet, hiszen álló és fekvő képek is helyet kaptak benne, a rajtuk látható személyek neveivel együtt. Ez nem egy olvasmány. Tehát ezt nem fogják majd olvasni, nem fognak névsorokat olvasni. Ez egy képes könyv, ami azt gondolom viszont, hogy egy nagyon jó társasági ö, ö, alap ö, kiadvány, a helyzetet is elmondom, ha megengedi, nem kell hozzá más, négy-öt ember leül, középre kiteszik a könyvet, itt Hódmezővásárhelyen, bárhol, egy perc kell, hogy az első ismerős arc felbukkanjon, és utána már jöhet az anekdotázás, utána már jöhet a mesélés, mert biztos vagyok benne, hogy ha ebben a kötetben van 6-7 ezer portré, és annyi van benne, akkor legalább ennyi történet is van ebben a könyvben. Akik részesei voltak a közös élménynek, első napi bélyegzéssel juthattak a könyvhöz a díszbemutatón, amelyet a Betlen Gábor Református Gimnázium könyvtárában tartottak meg aki elmulasztotta a pénteki bemutatót, a Calvin könyvesboltban még beszerezheti a tablók könyvét, de a tablók.hu weboldalon is megrendelhető a kötet 3900 forintos áron.